A galaktika minden bolygóján látható az állandó mozgás. Egy hatalmas mágikus erő. Itt az Aquilianon úgy hívják, hogy Sus. Az erő olyan nagy, hogy le kellett kötni. Kivéve a Galactic Football, a világegyetem leglátványosabb sportját. De 15 évvel ezelőtt egy titokzatos robbanás rázta meg az Aquiliant. Elsöpörte a Suszt, és romba döntötte az esélyeinket a Galactic Football Cup-on. 15 év egy jó csapat nélkül, és semmi más, csak hó és jég. De most újra élett a remény. Fiatal új játékosok életre keltik a Suszt az Aquiliában. A sorsunk a kezükben van. Galactic Football. Az előző rész tartalmából. Jock, Tia, mi történt? Ne nyújj hozzá! És hagyj békén! Clamp, nem tudom, mi baja mostanában. Te mit akarsz itt? Rakit eltűnt. Mi? Te és a többiek nem fogadtátok el kapitánynak. Senkinek sincs ötlete, hogy hol bujkálhat. Jock, mindegy, mit hiszek. Mely imádatom tárgya. Igazán remek színész. A Shadows Pirates meccs mindjárt kezdődik. És itt vagyunk. Minden szempontból nagyon izgalmas meccs lesz. Rakitnak van egy barlangja a sárkölháznál. Mi is veled megyünk. Mondtam, hogy ez rossz ötlet volt. Be is temet a hatalmas hó. Most már 6-1. A Shadows felőrli a Pirates-ot. Tia! Jock! Rakit, Mike Rice és Jock azért jöttek, hogy gyere vissza. Mert kell lesz. Egy csapat kapitány nélkül olyan, mint egy csaj mosoly nélkül. Azt hiszed, közel a megoldás, Isan? Igen, azt hiszem. Sunny Blackbones! 9. rész. Revans meccs. Ugye nem zavarlak? Nem, egyáltalán nem. Éppen dolgoztam. Szeretném megköszönni mindazt, amit teszel. Már ma egy kupameccset itt játszanak az Aquilianon, a csapatunkkal a pályán. Nem hittem, hogy ezt megérem. Igen, ez fantasztikus. Hogy eddig jutottunk, neked köszönhetjük. Én meg neked köszönöm, hogy felkutattál, és részese lehetek e kalandnak. Arcs, én... nem, felejtsd el. Biztos, hogy jól vagy, Clamp. Nagyon rosszul nézel ki. Ha gondjaid vannak, nekem elmondhatod. Nem, nem, minden rendben. Csak kicsit fáradt és ideges vagyok. Az előző meccsek és Rakit eltűnése, csak ennyi. Biztos érted, hogy mit szeretnék, Mely? Mesélnék egy nagyon erős, intenzív érzésről, olyan, mint egy... Mint egy... Jól van, jól van! Hallottam! Elkészültél? Tudod, hogy be kell ugranunk? Te vagy az utolsó, vagy az egész csapat figyelmeztet? Ideges vagy? Döntésre jutottam. A meccs után le fogok ülni Mellyel, és elmondom, hogy mit érzek iránta. Már megint? Nem, most már nem az a helyzet. Jock, igazad volt. Tényleg szeretem azt a lányt. Régen azt gondoltam, hogy kedves, csinos, de most minden másképpen van. Folyton rá gondolok. Mely, ki fog dobni? Ahogy máskor is, amikor közeledtél. Lerombolja az önbizalmadat. Az rombolja le, hogy még nem mondtam el, hogy mennyire szeretem őt. Érted? Nézd, ez időpazarlás. A csaj túl becsvágyó és túl sekélyes. Őszintén, nem érdemel olyat, mint te. Soha sem szeretted, de ő remek lány. Tényleg, és garantálom, hogy meghallgat majd. Jól van, ne induljunk a Planet Aquilianba. Meg kell látogatnod. Hallottad, mit mondtam, Rakit? Meg kell látogatnod. Aggódik miattad. Nem. Miért érdekelni? Halottnak tart.
Ez nem igaz, te is tudod. Ami az apádat illeti, én felelek érted. Tehát, ha magadért nem mész el, menj el miattam. A mozgástársaság központja. Mester, érkezett egy holográf hívás Szimbáj úrnőtől. Vetítsd be! Tiszteletem, mester, Klemp magatartása megváltozott. Nem csodálnám, ha titkolna valamit Árcs elől. De még nem tudom, hogy mi lehet az. Nem engedhetjük meg, hogy tovább várjunk. Szimbáj, szerez DNS mintát és küld ide elemzésre. Meg kell tudnunk a személy azonosságát. Igen, mester. Ma tartják a Snow Kids Rikers visszavágót az Aquilianon. A meccsről jósolgatnak az egész galaxisban. És ugyan a Rikersök esélyesek, a hazai pálya bizony előnyt jelenthet a Snow Kidsnek. Feltétlenül nyerniük kell, ha második helyet szeretnének a csoportban, hogy tovább jussanak. Ó, ezt mondani könnyű. Nem is tudom, hogy kiállnak-e. Nagyon nagy a hátrányuk az üvöltő szörnyekkel szemben. Hát, mindig jó tudni, hogy valaki támogat. Ti meg mit kerestek itt? Nem kellene edzenetek? Nektek nem kéne készülődni. Készülődni? De mire? Hát, megnézni a meccset. De hát mi megnézzük a meccset. Azért vagyunk itt. Úgy értjük, kint a meccsen, a stadionba. Tudod, Joke, senki sem akar kimenni a stadionba azok után, ami 15 éve volt. A robbanás a meccs alatt történt, és a stadion tele volt. Azóta... De ez már a múlté. Ma a jövőnkért játszunk a kupában. A meccs nem is lesz könnyű, de kicsit könnyebb lenne, ha kint lennének a lelátón, kérem. Meglátják, közelről még jobbak vagyunk, mint a tévéből. Mely szívem? Egy pillanat, azonnal jövök. Ne aggódj, mi megvárunk. Igen, anyu. Ma is a védelemben játszol? Hát persze, anyu. Tovább kell lépned, meg kell találnod a módját, hogy csatár légy. Tudom, anyu, de mit tehetnék? Hiszen nem löghetem le Jokot vagy Micro Ice-t egy lépcsőn. Szívem, vannak más, finomabb módszerek is ehhez. Olyan gyönyörű lány vagy. A szépség pedig fegyver, tudod? Különösen a fiúk ellen. Szia! Te visszajöttél? Igen, vissza. A csapathoz mindenkit. Miért mentél el? Azt hittem, boldog vagy Árccsal. Csapattagnak lenni nem túl könnyű. Nehéz időket éltem át. De ne aggódj. Most már minden jobb. Nem aggódom. Azt csinálsz, amit akarsz. Nem sokára fontos meccset játszunk. Ha akarsz, eljöhetnél a stadionba. Nagyon sok dolgom van. Tudom. Nos... Talán legközelebb. Rakit, ne adj rossz passzokat. Mi? Meccs közben, úgy értem. Bíz bennem, nem fogok. Itt vagyunk mind. A nagy robbanás után elhagytam a bolygót, hogy tovább focizhassak. De tudtam, hogy egy nap visszajövök ide. Az Aquilianhoz tartozom, és bár soha nem nyertem a csapatommal, mindig is reméltem, hogy egyszer sikert érek el. Hála Klemp barátomnak. Összehoztam ezt az iskolát. Elindítottam egy csapatot. Szerintem nagy dolgokat tehettek. Tehát ma bizonyítsatok, és nyerjétek meg! És bár a lelátók üresek, ne feledjétek, hogy akikért játszotok... Üresek a lelátók, edző! Nos, most már nincs több mentség a vesztésre. Irány az öltöző! Élőben jelentkezünk az Aquilian stadionból a Snow Kids Rikers visszavágóba. Már csak percek vannak hátra a Snow Kids Rikers visszavágóig. Az átok, amely a stadionra nehezedett, úgy tűnik eltűnt, mert az emberek megjelentek ma. Ma nem tartottál technikai eligazítást. Nem. Tudják, hogy mi a dolguk. És biztos vagyok benne, hogy Rakit mindent kézben tart. Tudom, hogy mindent megtesz, hogy visszanyerje a bizalmat. Ameddig hagyják.
Mindenki remek fizikai kondiban, szerencsére. Remélem, a mentális kondiuk is jó. Mi ez? Az a szám, hogy hányszor kaptál már agymosást, ha? Hagyd békén, Micro Eyes! Edzéstől. Tudtam, hogy a szusz nem halt meg. Ma már biztos rúgnak gólt. Ha így folytatjátok, ma nem rúgtok gólt. Mi is rúghatunk gólt! Gyerünk! Sohasem fogunk gólt rúgni. Jól játszottak, de semmit sem tehettek. Bravo, és köszönöm! Ha? Ez igazán remek munka. Nagyot fejlődtetek. Csak egy dolgot mondhatok, így folytassátok tovább.
Úgy, hogy a gól nem fontos, mert tényleg nem az. És így fogunk nyerni, edző! Igen! Már is kezdődik a második félidő. A Snow Kids nehezen jut labdához a Rikers ellen, amely támadásban és védelemben is könyörtelen. Fáj. Menjél csak, ez a tiéd. Amíg te lősz, számolom a fogamat. Rakit, alacsonyan, a jobb sarokba. Kernor, ott gyenge. Sem csinálhattam volna jobban. Igen! Hogy ez történhet. Elszállnak a játéktól. És nem csak ez. Ahogy hajtanak, a lábuk is elszállhat. Ki kell tartaniuk. Győzni kell. Dönk még egy gólra. Arch! Ahito! Nem kételkedtem bennük. Megérdemlik, hogy ezt megnyerjük. Csinálták. Nyertek! Oh. Igen! Igen! Kivé
kivételes meccset láthatok, kedves a Snowkids! Hihetetlen visszavágó! A Riker Snowkids visszavágó a Snowkids győzelmét hozta. Várjuk a többi eredményt is, hogy megtudjuk, hogy végzett a csoport. Amíg várunk az Akilianon, a szót visszaadjuk a stúdiónak. Megvertünk! Amit tettél, szuper, Jock! Megmentettél minket! Ah, hát köszönöm szépen, de mindenki jól játszott, és van egy csodás kapitányunk. Számomra te vagy a meccs hőse. Tehetséges vagy, Jock. Nagyon tehetséges. Megkaptam a Shadows Pirates meccs eredményét. A Pirates vesztett 5-1-re. Tehát holt versenyben másodikak vagyunk a Rikers-szel. Nem érjük utol a Shadows-t. Az a célunk, hogy másodikak legyünk. Ez elég, hogy bejuthassunk a 16-ba. Hogy sikerüljön, feltétlenül meg kell vernünk a Pirates-ot a mérkőzésen. Mely, mesélnék egy nagyon erős, intenzív érzésről. Bemehetek, szeretnék veled beszélni valami gyere nagyon... Gyere be, épp beszélgetünk Jockkal. Ah? Szia, Micro Ice. Majd máskor visszajövök. Ne, majd én jövök vissza. Ne már, maradj egy kicsit. Folytasd csak, Jock. Mondd el szépen, mikor kezdtél focizni? Hát épp azt mondtam, hogy mindig is szerettem focizni. Jól van, én mentem. 12 évesen. Micro Ice! Micro Ice! Sajnálom, nem tudtam, hogy betoppansz. Én meg, hogy ilyen közel vagy Mayhez, hiszen túl becsvágyó és sekélyes. Csak megkért, hogy menjek át hozzá, és... Könnyű rosszat mondani Mayről, amikor nem érdeklődik irántad. Kész vagy megismételni, amit reggel mondtál róla? Ó! Oh. Látod? Most már nem mondod. Menj, mert már nagyon vár. Jó ég! Nézd, ez a görbe tanúsítja a metamozgás létezését. Istenem, megcsináltuk! Nem tudom miért, de félek, hogy a sikerünk még sok bajt okoz nekünk. Hivattál, Sunny? Igen. Változtassuk irányt a Szájló archipelagóra. Mi? De tudod, hogy el kell csípnünk egy technoid konvojt pár órán belül? Nem érdekes. Látnom kell a Pirates meccset, azt ott játsszák. Ez egy parancs. A következő rész tartalmából. A harmadik meccset a Snow Kids a Szájló Pirates otthonában játsza. Passzold a labdát, ha szabad vagyok. Felejtsetek el 5 percre, rendben? Mi itt vagyunk, Sunny. Kell segítség? Nem. Ez egy személyes ügy. Megmondtam, Micro Ice. Ez nem jó dolog, amit próbál, Clem. Playlag, tábornok biztos nem örül. Magyar hangok. Sótonyi Gábor, Előd Botond, Fésűs Bea, Madarász Éva, Láng Balázs, Markovics Tamás, Sesták Szabolcs, Pálmai Szabolcs, Fekete Zoltán, Hambas Dániel, Rudas István, Seder Gábor, Faragó András, Molnár Ilona, Ősi Ildikó. Magyar szöveg Juhászné Nagy Éva, hangmérnök Bőm Gergely, gyártásvezető Németh Piroska, szinkronrendező Hirt Ildikó. A szinkront a Jetix megbízásából a Digital Media Services készítette.